A Nestlé Mamut cég sötét oldalát bemutató riportsorozat ötödik része következik, amelyben kiderülnek olyan dolgok, hogy a Nestlé az ültetvényein rabszolgamunkát, sőt gyerekmunkát alkalmaz, és nagyon sok államban egyszerűen kirabolja az államoknak a víztartalékát, hogy aztán drágán eladhassa nekik a vizet. Miután a Nestlé a vízszint drasztikus csökkenését okozta Michigan államban, végre egy bíróság elrendelte, hogy a Nestlé zárja be az üzemét, tekintettel arra, hogy mekkora környezeti kárt okozott. Akkor is, ha ez nem általánosan ismert, a világ legnagyobb palackozott vízgyártója a Nestlé. A Nestlé több mint 50 palackozott vízmárkával rendelkezik. Érdekük, hogy a világ különböző helyein felvásárolják a víztartalékokat, hogy ezzel hiányt okozzanak, ami aztán keresletet fog eredményezni az ő palackozott vízükhöz. A Nestlé ugyanazt a vizet töltötte palackokba, ami egyébként a vízcsapból is folyt, ugyanakkor a reklámjaiban a Clear Mountain hegyeinek a forrásaiból származtatta ezt a vizet. Így tudták elérni a jóval magasabb árat. Valójában ezzel a vízzel megtöltött tartályt körülbelül 10 dollárért tudna vásárolni, és ugyanezt a vizet palackokba töltve és sokkal jobb minőségűnek hazudva a Nestlé 50 ezer dollárért adta el. Amikor egy csoki darabot a szádba tömsz, valószínű a legutolsó az, hogy arra gondolj, hogy ezt vajon hogy gyártották. Az igazság azonban az, hogy azokon a kakaóültetvényeken, ahol a Nestlé a kakaót termeszti, kényszermunka és gyermekrabszolgaság is dívik. És egy ideig ez az olcsó rablógazdálkodás titokban maradhatott. Emiatt maradtak alacsonyan a költségek és magasan a nyereség. De aztán 2000-ben kijött egy jelentés, ami a Nestlé-t véres csokoládé vásárlással vádolta. A Nestlé is pontosan tudta, hogy az ültetvényein rabszolgasorban lévő gyerekek dolgoztak. És ez igaz volt nagyon sok más csokoládégyártóra is. Így aztán megígérte a Nestlé, a Cadbury és a Mars, hogy a csokoládéikat 2005-ig rabszolgamunkamentessé teszik. De nem tették meg. Az évek csak repültek, és ők még mindig nem tettek eleget a törvényi kötelezettségeiknek. 2005-ben a Nemzetközi Munkajogi Alapítvány három Maliból származó gyermek nevében keresetet nyújtottak be a Nemzetközi Bíróságra, amelyben azt állították, hogy elefántcsontparti gyerekeket raboltak el és kényszerítettek rabszolgamunkára. A Nestlé válasza az ilyen jellegű keresetekre mindig a következő volt. Azt mondták, hogy ezeken az ültetvényeken képtelenség az összes folyamatot ellenőrizni és szemmel tartani. De megígérték, hogy megpróbálnak javítani a helyzeten. És aztán megint évek teltek el, és minden úgy tűnt, hogy semmi nem változott. Egy 2010-es dokumentumfilm, a Csokoládé sötét oldala, felhívta a figyelmet arra, hogyan rabolják el a gyerekeket otthonról, és hogyan kényszerítik őket nagyon kevés pénzért, vagy teljesen ingyen rabszolgamunkára. Egy 2020-as vizsgálat megállapította, hogy egy Nestlé beszállító kávéültetvényén 8 éves gyerekek dolgoztak, és kávét szüreteltek. Megállapítás nyert, hogy a gyerekek heti 7 napot dolgoztak, akkor a zsákokat kellett cipelniük, mint a saját súlyuk duplája, és a munkájukért körülbelül 1 dollárt kerestek óránként. A Nestlé újra tagadta, hogy tudott volna erről, és megint megígérte, hogy megpróbálják a problémát megoldani. Sajnos azonban tudomásul kell vennünk, hogy a probléma sokkal nagyobb annál, mintsem, hogy ez csak a Nestlé-t érintse. De minden esetre úgy tűnik, hogy a Nestlé évtizedek óta tud a problémáról. És az is biztos, hogy a rengeteg milliárdjukkal sokkal többet tehettek volna, hogy megoldják ezt a problémát, mint amennyit valójában tettek. Az egyetlen egy alkalom, amikor tettek valamit ezek ellen a brutális munkakörülmények ellen, amikor negatív volt a sajtójuk.